Okos! Okos! Látod, jó, gyerünk tovább! Játék, 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 gratulálok ehhez a páros mérkőzéshez, mert nagyon jól játszottatok. Milyen elvárásokkal jöttetek egy ilyen jó páros ellen, és aztán mi lett belőle? Ti is elégedettek vagytok a teljesítményetekkel? Hát én elsősorban azt gondolom, hogy az első szedben nem játszottunk jól, a balkezes lánynak a fonákja az nagyon kellemetlen volt, és ezt nem tudtuk lekezelni, aztán a második szedben valami átbillent, és azt sok Noed volt, azt jól ki tudtuk használni, igaz, kettőt buktunk, volt egy zicser röptém, amit sajnos kijutottam, mert utána az eléggé fájt, de utána azért ezt ki tudtuk javítani, és hát a tiebreakben meg csináltak rögtön az elején pár jó pontot, így elhúztak, és sajnos nem lett meg, de azt gondolom, hogy is, hogy egy szettet tudtunk nyerni egy ilyen kvalitású páros ellen, ez is nagy dolog. Mindketten egy nagyon jó meccset akartunk játszani, felszabadultan. Igazából rajtunk nem volt tét, úgymond, vagy ilyen bármi más, és szerintem, amit a Gréti mondta, az első szedben azért látszottak még az elején a különbségek, hogy mi nem is kezdtünk jól, de ők azért úgy jók is voltak. És utána igazából szépen felvettük a ritmust, és szerintem elmondhatjuk, hogy jól játszottunk, és igazából ebből mindketten tudunk meríteni ebből a második szedből. Igazából lányok, engem az érdekelne a legjobban, hogy ilyen fiatalon itt egy 250-es VTA tornán, ami azért már ott a csúcshoz nagyon közelít, mit tudtatok tanulni, hova tudjátok most helyezni saját magatokat ezután? Szerintem így a legnagyobb különbség a junior tornákhoz képest az, hogy nem nagyon kaptunk ingyen pontot, tehát minden pontért meg kell dolgozni. Nem, az első szedben szóval nem is ütöttek unforced-ot, talán a Melinek a szerva gémébe kettőt, tehát ez így nagyjából a legnagyobb különbség. Aztán meg hát ezt kell felnőni, szerintem nem vagyunk tőle annyira messze, nyilván nagyon sok meccset le kell játszani ilyen szinten, és szokni kell, de azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Melinda. A tapasztalat ehhez szerintem még hozzájön, hogy rutinosak ellen játszottunk mindeketten egyéniben is és párosban is. Szóval igazából szerintem, ha mi is lejátszunk ugye sok meccset, akkor simábban úgymond meg lesz szerintünk ez a szint. Önbizalmat tudtatok-e abból meríteni, amit most itt nyújtottatok az elmúlt napokban? Én azt gondolom, hogy az egyéni meccsem az nem volt jó. Nem játszottam jól, nem éreztem a pályát abból. Hát nehéz pozitívumot kivenni, de nyilván arra is jó tapasztalatként fogok visszagondolni. Ez a páros meg azt gondolom, hogy ez ebből mindenféle önbizalmat ki lehet meríteni, és ezzel lehet tovább lépni. Meli, te az egyesben is nagyon szoros meccset játszottál. Igen, én tavaly már kaptam lehetőséget játszani, és ez nagyon nagy előny volt, hogy én már megtapasztaltam ezt a légkört. És így idén az egyéniben szerintem egy nagyon jó mérkőzést játszottam, amiből igen, tudok szerezni önbizalmat és tapasztalatot is, mert azért jó játékosára játszottam, és igazából nincsen nagyon messze ez a szint, aminek örülök, és a párosból is szerintem sok mindent ki lehet venni. Hova tudjuk helyezni a tenisz szempontjából két ilyen fiatal lánynak ezt a lehetőséget, és amit ők itt letettek a pályára? Hát óriási lehetőség, hogy ilyen tornán ők tudjanak játszani, és gyakorlatilag rutin tapasztalatot tudjanak gyűjteni. Nagyon, tehát a két legjobb junior játékosról beszélünk, akik egyébként nagyon jó barátnők, és nagyon jól tudnak együtt játszani, amit ma bizonyítottak is. Két olyan ellenfélen, akik páros specialistának mondható, tehát igazából páros játékot játszanak, ami azért a női mezőnyben ritkán fordul elő. Egy simább első szettet produkáltak, ahol még a lányoknak úgy mondom, hogy keresték, hogy mik lehetnek a megoldások, mert számukra szokatlan volt. A második szettben nagyon szépen rátaláltak a játékra, amit lehetett csinálni, sokkal több egyenest ütöttek,
ezáltal nem annyira mozogtak keresztbe, és igazából a játékképe is teljesen úgy nézett ki, hogy ez nekik áll, meg is nyerték gyönyörűen a második szettet. Sajnálatos módon, vagy hát a 10-es tiebreak a döntő szett, és nem egy teljes szett, abban pedig a rutinos lányoknak kijött a, gyakorlatilag a rutinja és tapasztalata, de így is úgy gondolom, hogy nagyon szépen helytáltak, és nagyon sok tapasztalat, hogy egy nagyon jó meccset játszottak, és úgy gondolom, egy jó hangulatú, jó környezetű mérkőzést vívtak. És gondolom egyetértesz azzal, hogy ők tényleg jó teljesítményt nyújtottak. Tehát ebbe a mezőnybe, ilyen fiatalon mindenkinek megremeg a keze, nekik nem igazán remegett. Én azt gondolom, hogy tudnak ennél sokkal jobban játszani. Nem remegett meg a kezük. Ők, ami mai nap bennük volt, azt szépen letették az asztalra. Én úgy gondolom, hogy amit az elmúlt hónapokban, években mind a ketten csinálnak, az, hogy rengeteg nemzetközi versenyt játszanak. Játszottak már Magyaródon a 15.000-es versenyen, a Meli már tavaly játszott a VTN. Tehát ez látszik, hogy több ilyen versenyen vesznek részt, és sokkal magabiztosabban lépnek fel a pályára, és ez nagyon hasznos volt nekünk.